Sportolók fogtak össze a beteg kisfiúért, szikével szúrta meg sógornőjét, új épületszárnyal bővült a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola, jelzőtáblákat lopott. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2023. október 3-án 18 óra 5 perckor. Egy kisujjszállási kisbaba nem képes mozgatni a jobb karját. Egy Bécsben elvégezendő műtét tudna rajta, illetve családján segíteni, ehhez azonban 17 millió forintra van szükség. A család segítséget kérte az operáció költségeinek előteremtésére. Felhívásunkra egész kisujjszállás megmozdult, de távolabbról is érkezhet már segítség. Ez a bájos kisfiú Orosz Alex. A 3 hónapos legényke születésekor jobb karjának idegei károsodtak, mozgatni sem tudta. Neki majd a idegeket fogják műteni, a lábából fognak ideg- és izomrostokat transzplantálni, és ezekkel próbálják a kiszakadt és sérült idegeket helyreállítani, majd a későbbi rehabilitáció érdekében. A karba, hogy újra tudja használni majd a kis kezét a hétköznapokba. Egyedül Bécsbe találtunk a Milézi Centert, ahol teljes mértékben el tudták vállalni a kisfiúnak a műtétjét. November 7-én fog megtörténni a műtét, és azért kezdtük el az adománygyűjtést, hogy addigra a műtét és a rehabilitáció árát össze tudjuk kisfiunk részére gyűjteni. Élete első 3 hónapjában Alexet kórházról kórházra vitték szülei, hogy az idegkárosodásra megoldást találjanak. Az a baj, hogy ugye 1 éves korára kifejlődnek az idegek, és ha ezek kifejlődnek, akkor nincs lehetőség megműteni, hiszen nem fog együtt nőni ugye az idegszál a pici babával, és emiatt sürget az idő, hogy mi hamarabb ki tudjuk vinni, és mi hamarabb meg tudjuk műtetni. A bécsi műtét és a beavatkozást követő rehabilitáció költségei messze meghaladja az orosz család anyagi lehetőségeit, így kénytelenek voltak segítséget kérni. Kisujjszállás lakossága azonnal a család segítségére sietett, és gyorsan össze is gyűlt több mint 3,5 millió forint, vagyis a szükséges összeg hatoda. A múlt héten helyi és környékbeli vállalkozók és sportolók látogattak el Oroséghoz. Ez igazán nem egy vállalás volt, egy baráti invitálás, egy segítség, de első szóra, első alkalomra tényleg mondhatom azt, hogy mindenki mellé állt. Én nagyon szeretek segíteni, karitatívkodni, legyen az év bármelyik hónapjában, napjában, nem csak évvégén. Ugye általában az embereknek évvégén karácsony tájékán nyílik meg a szívcsakra, ott jobban segítenek, vagy adományoznak, vagy tényleg részesítenek előnybe, akár egy szegényebb családot, vagy egy sérült, egy beteg gyermeket. Nekem ez évek óta, ugye sokan nem tudják, de én a Pacidoki Alapítványnál terápiával is foglalkoztam, lovas terápiával, és hát sokan nem tudják, hogy én is egy 10 gyerekes családba születtem. Most itt öcsémmel látogattunk el ide, ehhez a kis családhoz, és tudjuk, hogy mit jelent az, hogy segíteni valakinek, tudjuk, hogy mit jelent az, hogy egy segítő kéz, vagy egy pici kis figyelem felhívás, mert nagyon sok olyan jó ember van, aki tud és lehet, hogy akar is, vagy akar segíteni, csak nem tudja éppen, hogy mire lenne szükség a családnak, és hát így jöttünk el mi is ide, hogy egy kis hírverést, vagy egy kis reklámot csináljunk annak, hogy miről is lenne itt szó, és tényleg első alkalommal ugye vannak itt küzdősportok, vannak labdarúgók, ugye Peti is első alkalommal beleállt, az öcsém is így az edzőtáborból hazaesve, még délután a judó szönyegen volt tegnap, és ma délelőtt, és abban a pillanatban mondom, hogy már bemenném, és hogyha egy poszttal, vagy valami kis reklámmal, vagy téged is rengetegen követnek, akkor esetleg, hogyha tudunk segíteni ennek a családnak, vagy felhívni olyan ember figyelmét, aki tud segíteni esetleg, akkor miért ne? És egyszerre mindannyian autóba pattantunk, és tudod, tényleg itt Antal Zoli barátom meghívására, kezdeményezésre jött ez a gondolat, jött ez az ötlet, fogalmazódott meg, és hát tényleg azt mondom, hogy itt ez a kis csapat, aki most ezen alapon szabaddá tudta magát tenni. Ha egy kicsit talán több időnk van, akkor egyéb más emberek is nagyon-nagyon szívesen segítettek volna, akár sportoló, akár közéleti személyiség. Most ez a kis csapat próbált eljönni.
Az ungvári szülők 10 gyermeket neveltek fel, így az élsportolóvá lett fiúk pontosan tudják, hogy milyen erő rejlik abban, ha nehéz helyzetbe került hozzátartozón, barátunk kell, lehet segíteni. Ezért egy percig sem gondolkodtak, félbeszakították a tatai edzőtáborozást, és kisújszállásra indultak. Edzőtáborból érkeztünk tegnap Tatáról. Természetesen ez egy nagyon fontos dolog, hiszen ahogy hallottam most így félfüllel, már a bátyus is említette, hogy egy nagyon nagy családban nőttünk mi is fel, ahol nem feltétlen volt mindig kolbászból a kerítés, és azt gondolom, hogy édesanyánk is mindig szívesen vette az ilyen kis segítségeket, és mi is megpróbálunk most lehetőségeinkhez mérten nyilván visszaadni mindent, amit azt a sok jót, amit mi is kaptunk az élet során, illetve hát nekem van egy személyes tapasztalatom is ezzel kapcsolatban. Nekem is egy picit úgy az élet megfricskázta az életemet, és akkor voltak olyan kedves emberek, akik ebben a nehéz helyzetben segítettek nekem, és ez azt gondolom, amikor Kurai Laci barátom szólt, hogy van egy ilyen lehetőség, és lehetne segíteni, akkor mindenki tényleg együtt és válvetve, akkor rögtön azt mondtuk, hogy jövünk, és természetesen, ahogy a lehetőségünk engedi, akkor próbálunk segíteni nekik. Karcagi és kisújszállási vállalkozók is Alex mellé álltak. Részint saját adományaikkal segítve őt a gyógyuláshoz, részben pedig üzleti kapcsolataik figyelmét is felhívták arra, hogy egy 3 hónapos kisfiú és családja bajban van. Istennek nagyon sok barátom van, nagyon sokat összejárunk, több helyen is össze szoktunk találkozni, illetve Badalik Szabolcs barátommal korábban már vettünk részt ilyen jótékonysági eseményen, és akkor ők kértek meg, hogy próbáljak segíteni és csatlakozni hozzájuk. Így most én kerestem meg őket, hogy akkor most ők segítsenek nekünk, és akkor ők álljanak ebbe a dologba mellénk. Igazából első szóra mellénk álltak, tehát nagy kérés nem volt a dologból, mert azonnal mondták, hogy szívügyük és csatlakoznak. Bár a sportolói, vállalkozói adományok is sokat jelentenek, önök is hozzásegíthetik Alexet a gyógyuláshoz, az orosz családot pedig a boldog teljes élethez. A képernyőn olvasható számlaszámra utalva a legkisebb összeg is közelebb viszi orvosékat a bécsi műtéthez. Alexet pedig ahhoz, hogy néhány hónap múlva már a jobb kezével integetve, mosolyogva köszönhesse meg a közösség segítségét. A számlaszám 1174-50-80 kötőjel 1540-87-10 kötőjel 0-21-30 000. Közlemény, segítsünk Alexnek! A megalapozott gyanú szerint egy 62 éves szolnoki asszony a sógornőjéhez csengetett be, majd előzetes szóváltás nélkül egy 3 cm-es pengéjű szikével a felső testén 3-szor megszúrta a rokonát, közben megöléssel fenyegette. A nyugalom megzavarására alkalmas tudósítás következik. Egy 62 éves helyi nőt gyanúsít a rendőrség azzal a bűncselekménnyel, ami Szolnokon történt. Majd előzetes szóváltás nélkül egy 3 cm pengéjű szikével 3 alkalommal felsőtestén megszúrta, közben folyamatosan fenyegette, hogy megöli. A támadás következtében az elsődleges orvosi vélemény szerint a sértett könnyű sérüléseket szenvedett. A bejelentést követően kollégáim a helyszín közelében elfogták és előállították a támadót. A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki emberölés büntet kísérletének megalapozott gyanúja miatt. A gyanúsítottat a nyomozóhatóság őrizetbe vette, és kezdeményezték letartóztatását. A Jászhegyszolnok vármegyei főügyészség emberölés büntetének kísérlete miatt indítványozta annak a 62 éves szolnoki nőnek a letartóztatását, aki a rendelkezésre álló adatok szerint egy vagyoni vita miatt régebb óta rossz viszonyban áll a rokonságával. A nő 2023. augusztus 30-án este megjelent a sógornője szolnoki lakásánál, ahol a csengetésre ajtót nyitó sógornőjét egy 3 cm pengehosszúságú, éllel és heggyel is rendelkező orvosi szikével 2 alkalommal a mellkasánál bal oldalon, 1 alkalommal a nyakánál szintén bal oldalon megszúrta, miközben azt kiáltotta, hogy megöllek. A bántalmazás következtében a nő 3-8 napon belül gyógyuló sebzett sérülést szenvedett, azonban a bántalmazás eszközére, illetve a bántalmazott testtájékra tekintettel fennállt a ténylegesen okozott sérülésnél súlyosabb sérülés bekövetkezésének lehetősége is. A nyaktájék
tekintetében a cselekmény alkalmas volt halálos eredmény okozására is. A súlyosabb sérülés azért nem következett be, mert a bántalmazott nő a mellkasát érintő szúrások esetében elhajolt a szúrások elől, a nyakát érintő szúrás esetében pedig ráfogott a szikére, ennek során meg is sérült a keze. Az ügyészség az indítványában a kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekmény miatt kiszabható szabadságvesztés mértékére figyelemmel, amely ebben az ügyben 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztés büntetés, hivatkozott arra, hogy a nővel szemben fennáll a szökés és elrejtőzés veszélye, mely körülményt tovább erősít az, hogy a nő állandó lakóhellyel, illetve személyi kötődésekkel nem rendelkezik. Az ügyészség az indítványában kiemelte azt is, hogy emiatt a családi konfliktus miatt a nővel szemben már jelenleg is két büntetőeljárás folyik, így esetében a bűnismétlés veszélye is fennáll. A bíróság az ügyészség indítványával egyetértett, és 2023. szeptember 1-én elrendelte a nő letartóztatását. A bíróság végzését a nő tudomásul vette, a védője azonban fellebbezést jelentett be azzal szemben, így végleges döntést az ügyben a szolnoki törvényszék fog hozni. A 6 éve kezdődött bővítésre félmilliárdos kormányzati támogatást kapott az intézmény. A karcagi elemi iskolai oktatás története több mint fél ezer évre nyúlik vissza. Az egykori náttetős oktatási intézmény helyén 1813-ban kezdte a helyi református közösség annak az iskolának a felépítését, amely 1817-re készült el. A maga korában modernnek számító iskola épületet 1996-ban kapta vissza a tulajdonos, a karcagi református egyházközség. Ebben az esztendőben, tehát az újraindítás 28. tanévében 520 tanulónak és 40 munkatársnak második otthona az intézmény, aminek központi épülete került bővítésre. Most gondolatban ugorjunk vissza 6 évet, mert az iskola bővítés története 2017-ben indult. Ekkor értesültünk arról, hogy Magyarország kormánya által kiírt pályázaton nyert iskolánk, a karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Óvoda több mint fél milliárd forint támogatást, egy új tornacsarnok és egy épületszár megépítésére a Calvin út 5 szám alatt található telephelyen. A közbejött pandémia és a megváltozott külső körülmények miatt az itt látható jelenlegi projekt valósulhatott meg. Milyen intézményi fejlesztés készült el a mai napra? Megépült az iskola udvar déli oldalán egy új épületszár, amiben tanulói és tanári vizes blokkok, tornatermi öltözők, szertár és egy információ és média tudományi szaktanterem várja a diákokat. Az akkor Csengős iskolának hívott épületben kizárólag fiúk tanulhattak. Az egyházi iskolák államosítása után a 90-es évek közepén került újra a reformátusok fenntartásába az iskola, amely idén kezdte újraindításának 28. tanévét. Egyre komolyabb forrásokból gazdálkodhatnak a fenntartók, és egyre magasabb minőségű szolgáltatásokkal és egyre magasabb minőségű képzéssel várják a gyermekeket, ami azért is nagyon fontos, mert nekünk nincs más esélyünk, mint hogy tudást szerezzünk. A térségnek az adottságai is, és azok a távolságok, amik elválasztanak bennünket, akár a fővárostól, akár Európa szívétől, akár a nagyvilágtól, ezek arra köteleznek, hogy tanuljunk. Akár élethosszon át, és ne elégedjünk meg azzal, amit pusztán csak kínál az iskola, hanem mindig éljünk a többlet tudás lehetőségével. És ezt nyújtják az egyházi iskolák. Ezt nyújtja a karcagi református közösségnek is a Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Óvoda,
amely immár gyermeknevelési és köznevelési és szakmai képzési feladatokat is ellát, ezzel öregbítve nem csak az itt tanuló diákoknak a jó hírnevét, hanem a városét, a térségét és az egész vármegyét. Gratulálok a fejlesztéshez, ami által a minőségi képzésnek, a minőségi oktatásnak, a gyermekek minőségi itt töltött idejének most már szinte semmilyen akadálya nincs. Bízom abban, hogy a további fejlesztésekre is meg lesz a fenntartónak a lehetősége, és ez a békében való építkezés, Magyarország kormánya által a források biztosítása, képviselő úrnak a lobby ereje és a városnak az egyetértése mindig segíteni fogja a református közösséget és az egyházi intézményeket abban, hogy megfelelő minőségű képzéssel várják a gyermekeket, hiszen, ahogy mondtam, ez adja számunkra a versenyelőnyt, hogy a tudást soha nem fogják tudni elvenni tőlünk, és a tudáshoz itt ilyen gyönyörű szépen felkészített intézményekben férhetnek hozzá a gyermekeink. Az új épület szárnya 500 milliárd forintos megépítése mellett az iskola 60 millió forintot fordíthatott eszközbeszerzésre, így a 70-es évekbeli állapotokra most már rá sem lehet ismerni. Én is ebbe az iskolába jártam, édesapám is ebbe az iskolába járt, és a fiaim is ebbe az iskolába járnak, és folyamatosan látjuk a változást. És látjuk az új épületrészt, ami raktár és fás és szenes kamrák helyén épült, és csodálatos. Látjuk a rekordtámpáját, ami szintén a kor, a 21. század kihívásainak felel meg. És más volt és hatalmas a kettős terem, mert már akkor is volt kettős terem, és amikor elhúzták az elválasztó falat, akkor ez egy hatalmas nagy konferencia csarnoknak tűnt abba az időbe. És változott minden, változik nagyon sok minden. Egy dolog nem változik, mint ahogy abban az időben én, úgy a mai gyermekek sem szeretik a hosszú köszöntő beszédeket. Ezért én kívánom azt, hogy érezzétek jól magatokat ebbe az iskolába, abba az iskolába, amelyben hosszú karcagi generációk koptatták a padokat, szívták magukba a tudást, és érezzétek jól magatokat, amennyire egy diák az iskolába jól tudja magát érezni. Mindenkinek sok sikert, jó tanulást, és kívánom azt, hogy öregbítsétek ezen öreg iskolánk öreg hírnevét, mert hajdani igazgatónk Pánti Ildikó mindig ezzel kezdte az óránk elején. Az új épületrészben kialakítottak szociális helyiségeket, szertárt, valamint egy multimédiás oktatótermet is. Hogyha hiszünk valamiben, és megvan a reménységünk, a kicsiny építőkövek egészé állhatnak össze. Mert tudták, hogy aki iskolát épít, az a jövőt építi. Mert amikor tégla téglára kerül, az érték megsokszorozódik. Aki iskolát épít, az a jövőbe vetett hittel cselekszik. Így készült el tehát 1813-tól a Nagykun Református iskola épülete a mai épülete. 210 év nagy idő, de elődeink jól gondolkodtak. Olyan épületet emeltek, amely ma is, természetesen sok-sok belső átalakítás után a város oktatásának egyik legjelentősebb helyszíne. Tisztelt jelenlévők, minden település életében nagy ünnep az, ha egy iskola elkészül, hiszen ez egyben jelenti a város fejlődését, gyarapodását, szolgálja az itt élők, az intézményben dolgozók, a pedagógusok, szülők, tanulók, a családok érdekeit is. Az elmúlt évek, ahogyan ezt már ebben az évben többször is volt szerencsém elmondani, az oktatási nevelési intézmények megújulásának évei karcagon. Az új épület szárnyal bővített Nagykun Református iskola ma 520 diák és 40 pedagógus második otthona. Szerencsére nem történt baleset az érintett útszakaszon, azonban a tolvaj férfinak felelnie kell a meggondolatlanságáért. Útellenőrök tettek feljelentést a szolnoki rendőrkapitányságon, mert ismeretlen tettes elvitte a Rákóczi falván útfelújítási munkálatok miatt kihelyezett oldalakadályt jelző táblákat. A jogsértő magatartásával a közúti közlekedés biztonságát veszélyeztette.
A bűncselekményt kamera rögzítette, ezért a felvétel elemzését követően már biztosan tudták a nyomozók, hogy kit keressenek. Egy 60 esztendős férfit számoltattak el a bűncselekménnyel kapcsolatban, aki rögtön elismerte, hogy ő vitte el a táblákat. A rendőrök a közlekedés biztonsága elleni büntet és lopásvédség miatt hallgatták ki az elkövetőt. A férfi elmondta, hogy éppen egy hölgy ismerősével váltott üzeneteket a gépkocsijában várakozva a felújítási munkákkal érintett útszakaszon. Eközben figyelt fel az úton kihelyezett jelzőtáblákra, majd gondolt egyet és a 7 táblát eltette, hogy az éppen készülő garázsába beépítse azokat. Kutatás során a rendőrök megtalálták a táblákat, amelyeket a későbbiekben visszaadnak a sértetnek. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Médiacentrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!